Köszöntelek benneteket! A következő napokban még melegebb időre készülhetünk, általában 32 és 36 fok közé melegszik majd fel a levegő. Várhatóan szombaton tetőzik majd a hőség, ekkor, illetve vasárnap pedig az országos napi melegrekord megdőlésére is jó esély van. De nézzük meg a részleteket! Jelenleg, illetve a következő néhány napban is egy igen markáns magassági gerinc alakítja hazánk időjárását, vasárnap viszont északnyugat felől egyre inkább megközelít minket majd egy hullámzó frontrendszer, amely mögött már nedvesebb és néhány fokkal hidegebb levegő áramlik térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka kezdetben még az északkeleti területeken zápor, illetve zivatar előfordulhat, ezt követően viszont mindenhol megszűnik majd a csapadék, ezzel együtt pedig a felhőzet is csökken. A hajnali órákra általában 16 és 21 fok közé hűl majd le a levegő. Csütörtök napközben a sok napsütés mellett elsősorban az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon erősödhet meg a gomoly felhőképződés, és ezeken a területeken alakulhat ki főként zápor, illetve zivatar is. A hőmérséklet a délutáni órákra általában 32 és 36 fok közé melegszik fel, hőérzetünkön viszont javíthat majd az, hogy a déli-délkeleti szél megélénkül majd több helyen. Pénteken sem várható jelentős változás időjárásunkban, ekkor a sok napsütés mellett főként itt a keleti-északkeleti tájakon lehet több a gomoly felhőzet, és ezeken a területeken alakulhat ki majd egy-egy zápor, illetve zivatar. Szombaton még szárazabb levegő tölti majd ki a Kárpát-medencét, ekkor szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, és csapadéknak is igen kicsi lesz az esélye. Mint ahogy már említettem, szombaton fog tetőzni a hőség, ekkor általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap viszont északnyugat felől már érkezik ez a hullámzó frontrendszer, amely mögött már nedvesebb levegő érkezik a Kárpát-medence térsége fölé, emiatt egyre több felé készülhetünk majd záporra, illetve zivatarra is. A jövő hét első felében néhány fokkal ugyan visszaesik a hőmérséklet, de még így is az ilyenkor szokásostól melegebb időre készülhetünk, emellett pedig több alkalommal, illetve több helyen is előfordulhat majd csapadék. Ezzel pedig szeretném megköszönni a figyelmeteket, és további szép napot kívánok!